Köszöntelek benneteket, sziasztok! Visszatér a kánikula, de ez közel sem lesz olyan tartós, mint ami az előző volt. Egy érkező hidegfront pénteken, nagyobb területen inkább szombaton már véget is vet a forróságnak, azonban a sokat áhítatott jelentős csapadéknak továbbra sincs nyoma az időjárási modellekben. A forró levegő érkezése pedig ennek az anticiklonnak köszönhető, amelynek áramlási rendszerében érkezik majd ez a légtömeg, de ennek utánpótlását majd gyorsan elvágja az északnyugat felől érkező hidegfront, ami majd a pénteki napon teszi tiszteletét nálunk. Az előttünk álló éjszakán ugyan megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb csak gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék pedig egyáltalán nem is várható. Hajnalban általában 13 és 19 fok közé hűl a levegő, és amit még fontos kiemelni, hogy mindenütt mérséklődik az északnyugati szél, azonban holnap napközben már a nyugatira forduló légáramlás élénkül meg, ám már közel sem számíthatunk olyan sok helyen erős széllökésekre, mint ami a mai nap során tapasztalható. Általában sok napsütés várható, de a mainál már több fátyol, illetve gomoly felhő jelenhet meg az égen. Azonban ennek ellenére is igen magasra szökik a hőmérséklet, 31-37 fokos kánikula valószínű a holnapi nap során. Akik pedig a nyaralásukat töltik nagyobb vízpartjainknál, annak elmondható, hogy strandidő várható sok napsütéssel, amelyet majd időnként fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatnak, és mindenütt 30 fok fölötti hőmérsékletekre van kilátás. Azonban az elmúlt napok hűvösebb időjárása megtette hatását, ugyanis a Balaton vizes jófoknál 19 fokos, de azért a következő egy-két napban ez majd egy kissé emelkedni fog. Ami pedig a folytatást illeti, pénteken érkezik az előbb említett hidegfront, amelynek jelenlétét leginkább az erős északnyugati áramlásban, valamint a vele együtt érkező hidegebb légtömegben fogjuk megtapasztalni, csapadékban pedig inkább nem, csak kevés helyen várható zápor, illetve zivatar. Pénteken már az északnyugati tájakra megérkezik a hűvösebb levegő, de délkeletebbre haladva az országban, például a szegedi Fákján jól látható, hogy ott inkább csak szombaton, valamint vasárnap lesz érzékelhető a lehűlés mértéke. Én ezzel szeretném is megköszönni figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve kövessetek bennünket legközelebb is. Sziasztok!